Sehol sem találom Gilbertet, anya! Gilbertet ellenőrzésre kellett vinni az állatorvoshoz. Gilbert! Hova bújtál? Rossz cica vagy! De Gilbert eltűnt. Nem találom a dobozát, szívem. Biztos vagy benne, hogy lent van? Meg lett Gilbert, Caillou? Nem, apa. Én nem találom a dobozát. Nézzetek csak ide! Mikor Gilbert meglátta a dobozát, már tudta, hogy autóval kell mennie valahová, de ő nem szeretett autózni. Gilbert nem akar állatorvoshoz menni. Tudom, de muszáj neki. Meg kell vizsgálni. Megvizsgálni? Mint mikor engem visztek az orvoshoz. Pontosan. Az állatorvos Gilbert orvosa. Nyugalom, Gilbert. Majd én vigyázok rád. Apa! Gilbert kiszökött a dobozból. Rendben, ne izgulj. Minden rendben lesz. Remélem. Látom a farkát! Rossz cica vagy, Gilbert! Valójában nem is annyira rossz cica. Csak fél. Nem szeret autózni. Buta, Gilbert! Én imádok autóval utazni! Gilbert visszakerült a dobozba, és már mentek is tovább. Tényleg, Caillou? Elmesélnéd, hogyan szökött ki Gilbert a dobozból? Én csak meg akartam simogatni. Ez kedves tőled, de mostantól inkább tartsd a dobozban. Rendben? Rendben. Sarah! Szia, Caillou! Mit csinálsz te itt? Gilbertet megvizsgálják. Alinnak a fogait tisztítják meg. Bent kell maradnia estére. Elhoztátok a fogkeféjét? Nem, te butus! Neki nincs fogkeféje. Dr. Orangeville fogja megtisztítani a fogait. Jól van, minden rendben van. És most jöjjenek az oltások. Fájni fog neki. Nem nagyon. Viszont egy évig egészséges lesz tőlük. Szeretnél segíteni nekem, Caillou? Simogasd Gilbertet és nyugtasd meg. Ne félj, Gilbert! Ennyi, meg is vagyunk. Nem volt vészes, ugye? Gilbert, gyere vissza! Jaj, ne! Már megint. Szeretnék sütni. Sajnálom, Caillou, de a barbecue túl forró. Játsz inkább Rosie-val, míg elkészül a vacsora. Nézd, anya, nézd! Jaj, ne, hangyák! Jaj. Kicsim, menj, kérdezd meg a nagyit, hogy nem kellene neki segíteni. Én addig elintézem a hangyákat. Rendben, anya. Nagyi, mit csinálsz? A különleges titkos receptű krumpli salátámat. Titkos recept? Ssss! Mi lenne, ha megkóstolnád? Na, mi? Micsoda gyönyörű este! Azt hiszem, látom az esthajnal csillagot. Milyen szép! Erről eszembe jutott, amikor láttam egy hullócsillagot. Egy hullócsillagot? Az egy olyan csillag, ami repül az égen, akár egy madár. Varázslatos. Nos, Caillou, folytassuk a munkát. Kész a vacsi. Nami! Nézzétek, hullócsillag! Milyen gyönyörű! Hol? Az előbb még ott volt. Nagypapa, anyáik láttak egy hullócsillagot, de már eltűnt.
Biztos lesz több is. Menjünk, nézzük meg. Nézd, Kályu, ott van még egy. Hol? Látni akarom. Ne szomorkodj. Nehéz őket észrevenni, mert túl gyorsak. Kályu szeretett volna hulló csillagot látni, ezért elhatározta, hogy addig marad kint, ameddig csak kell. Sajnálom, hogy nem láttad a hulló csillagot, Kályu. De helyette nézhetjük a holdat is. Igen! Nézzük inkább a holdat! A hold hatalmas! Látod azt a sok csillagot? Az ott a nagy medve. Nem látok medvét. Jaj! Lássuk csak, hol tartottunk. Ja, igen. Amit ott látsz, az a kis göncöl. Szia, kicsim. Gyorsan, Kályu, nézd csak! Ó, már megint lemaradtam róla. Ne aggódj, Kályu. Lesznek még hulló csillagok máskor is. Kályu azt hitte, hogy soha nem fog látni egyet se. Szomorú volt. Ideje lefeküdni, Kályu. Késő van. Jó éjszakát! Jó éj, csillagok! Gilbert, ez csíkis! Kályu nem tudta, hogy felébressze a szüleit. Gilbert! Jó reggelt, Kályu! Szeretnél repülni ma reggel? Ez az a barrepülök, yeah! Jaj, ne! Nem szólt az ébresztő! El fogok késni a munkából! Kályu, menj le és etesd meg Gilbertet! Én felkeltem Rozit! Gilbert, várj meg! Gilbert, nézd meg, mit csináltál! Kályu! Anya siet, úgyhogy siessetek, jó? Kályu nem örült, hogy mindenki ennyire sietett ezen a reggelen. Apa vicces! Gyorsan egyél, Kályu. Nagyon sietünk. Megettük az egész reggelit. Jó, akkor jöhet a fogmosás. Rozi, várj! Szeretnél úgy kinézni, mint anya? Igen! Ez kell neked! Rozi, ne mozdulj! Így! Rozi! Kályu, te csináltad ezt a húgoddal? Azt akartam, hogy csinos legyen, mint te. Tudod, hogy nem játszhatsz a sminkemmel. Gyere, Rozi, mossuk ezt le rólad. Öltözd gyorsan. Te és Rozi a játszóházba mentek. Nem akarok a játszóházba menni. Kályu! Mi tart neki ennyi ideig? Indítsd be a kocsit, szívem. Apa, beragadtam! Au! Kályu, anya kint vár téged. Kályu nem tudott lépést tartani a többiekkel, és a nagy rohanás egy kicsit sok volt neki. Nem akarok anyával menni. Itthon akarok maradni veled. De később én is megyek dolgozni. Nem akarom, hogy dolgozni menj. Maradj itt, rögtön jövök. Kályu anyukája elindult, és az apukája gyalog viszi majd őt a játszóházba. Ez az! Itthon maradunk és játszani fogunk.
Nem, Caillou, apának is mennie kell, de először felöltöztetlek és mutatok neked valamit. Mit fogsz nekem mutatni, apa? Sok-sok olyan embert, akinek dolgozni kell, épp úgy, mint anyának és nekem. Jó reggelt, Caillou! A bácsi most dolgozik? Bizony. Én kézbesítem a leveleket. Szeretnél segíteni nekem? Szabad! Tessék, Caillou! Tedd be ezt a levelet Hinkl bácsi postaládájába. Látod, Caillou? A postás minden nap dolgozik. Miért? Hogy Hinkl bácsi megkapja a leveleit, és apukád megkapja a számlákat. Azokat majd én. Ott vannak a bagyósak. Hol? Pontos és szép munka. Nem szeretnétek velünk dolgozni? Lehet. Persze. De csak ha egy kicsivel idősebb leszel, jó? Várnod kell, amíg nagy és erős leszel. Nehéz munka tisztán tartani a várost. Ennyi kemény munka után mit szólnál, ha bekapnánk valamit? Jó! Csak előtte még meg kell állnunk valahol. Neked miért kell dolgozni, apa? Mert szeretek dolgozni, és mert pénzt keresek vele. De a gép ad neked elég pénzt. Igen, ad, de előtte be kell tennem. Nekem is olyan sütim van. A tied is csak is muffin, mint az enyém? Nem, fel tudnál kapcsolni a fényeket? Lehet, hogy a rendőrbácsi nem ér rá. Nem, éppen szabadok vagyunk. Szeretnéd te felkapcsolni, Caillou? Igen! Itt a központ. Caillou rendőrtiszt jelentkezik. 10-4. Caillou rendőrtiszt, ideje indulnunk, hogy a rendőrök dolgozhassanak. Apa, azt hiszem, hogy rendőr leszek, ha nagy leszek. Természetesen lehetsz rendőr is, Caillou. De most inkább menjünk el a játszóházba, jó? Apának most mennie kell dolgozni, ahogy azoknak az embereknek is, akikkel ma találkoztunk. Rendben? Rendben. Hát itt vagy, Caillou. Már vártam, hogy mikor érsz ide. Martin néni, már ültem egy rendőrautóban. Tényleg? Az biztos jó móka volt. Dolgozó embereket mutattam Caillounak. Láttunk még egy postást és egy szemetest is, ugye, Caillou? De akkor is a rendőrök munkája a legjobb. Szerintem az én munkám a legjobb az egész világon, mert én játszhatok veled. 10-4, Caillou rendőrtiszt! Sehol sem találom Gilbertet, anya! Gilbertet ellenőrzésre kellett vinni az állatorvoshoz. Gilbert! Hova bújtál? Rossz cica vagy! De Gilbert eltűnt. Nem találom a dobozát, szívem. Biztos vagy benne, hogy lent van? Meg lett Gilbert, Caillou? Nem, apa. Én nem találom a dobozát. Nézzetek csak ide! Mikor Gilbert meglátta a dobozát, már tudta, hogy autóval kell mennie valahová, de ő nem szeretett autózni. Gilbert nem akar állatorvoshoz menni. Tudom, de muszáj neki. Meg kell vizsgálni. Megvizsgálni? Mint mikor engem visztek az orvoshoz? Pontosan. Az állatorvos Gilbert orvosa. Nyugalom, Gilbert. Majd én vigyázok rád. Apa! Gilbert kiszökött a dobozból. Rendben, ne izgulj. Minden rendben lesz. Remélem. Látom a farkát. Rossz cica vagy,
Gilbert! Valójában nem is annyira rossz cica. Csak fél. Nem szeret autózni. Buta Gilbert! Én imádok autóval utazni! Gilbert visszakerült a dobozba, és már mentek is tovább. Tényleg, Caillou. Elmesélnéd, hogyan szökött ki Gilbert a dobozból? Én csak meg akartam simogatni. Ez kedves tőled, de mostantól inkább tartsd a dobozban. Rendben? Rendben! Sara! Szia, Caillou! Mit csinálsz te itt? Gilbertet megvizsgálják. Alinnak a fogait tisztítják meg. Bent kell maradnia estére. Elhoztátok a fogkeféjét? Nem, te butus! Neki nincs fogkeféje. Dr. Orangeville fogja megtisztítani a fogait. Jól van, minden rendben van. És most jöjjenek az oltások. Fájni fog neki? Nem nagyon. Viszont egy évig egészséges lesz tőlük. Szeretnél segíteni nekem, Caillou? Simogasd Gilbertet és nyugtasd meg. Ne félj, Gilbert! Ennyi, meg is vagyunk. Nem volt vészes, ugye? Gilbert, gyere vissza! Jaj, ne! Már megint. Szia, Leo! Mi van nálad? Az új űrhajóm. Hű! Jól szórakoztok? Őrhajósok vagyunk. Akkor jól sejtettem. Megyünk a Holdra. De ebédre visszaérjetek nekem, rendben? Caillou, játszom Attival. Most nem akarok. A Hold erre van. Ó, űrhajósok, lassabban egy kicsit. Rosie szeretett volna Caillou-val és Leo-val játszani. Ó, ez érdekes. Holnap lesz az új planetárium megnyitója. Én ismerek két űrhajóst, akiket érdekelne. Én is. És nézd csak, a legjobb űrruha jelmezt díjazni fogják. Á, űrhajós jelmez. Caillou, játszom Attival! Nem játszok, Rosie! Tudom, hogy szeretnél játszani velük. De tudod mit? Játszunk inkább mi ketten. Készíthetnénk például űrhajós jelmezeket. Hallottátok a hírt? Holnap nyílik az új planetárium. Az mi? Nos, lássuk csak. Olyan, mint egy mozi, ahol csillagokat és bolygókat láthattok, de belül. Nekem nincs kifogásom ellene. Te is szeretnél jönni? Uh-huh. Felhívom az anyukádat. És lesz még verseny is. Verseny? Igen, díjazzák a legjobb űrruhát. Leo, akár egy űrhajós. Én pedig egy szörny vagyok az űrből. Caillou, úgy hallottam, ma megríkadtad Rosie-t.
Tudom, hogy nem mindig szeretnél játszani vele, de mégiscsak a húgod, ezért mindig légy hozzá kedves. Rendben, apa. Gyerünk, idd meg a tejed, ideje lefeküdni. Teljes a szád. Mi olyan vicces? Oho, értem már. Csak nem megjártátok a tejútrendszert. Mi az a tejútrendszer? Nos, lássuk csak, az a galaxis, amelyben a naprendszer van. Egy olyan hely az űrben, ahol millió és millió csillag van. Épp erre van szükségem. Mire kellenek azok? Az titok. Caillou nagyon kíváncsi volt anyukája titkára, de Caillou és az apukája nem tudta, hogy anyukája is űrhajós jelmezt készített. Tökéletes. Miért vannak csillagok? Nyolj éjszakát, apa. Aznap éjjel Caillou a csillagokról, a bolygókról és a tejútrendszerről álmodott. Tetszik a jelmezem? Én fogom megnyerni a versenyt. Üdvözlök mindenkit a planetáriumban. Egy különleges játékkal készültem. Nézzétek, a Holdon sétálok. Kipróbáljátok? Nagyszerű! Amit most láttok, az a tejútrendszer. És most valami különleges következik. Séta a Holdon. Íme a Hold. És íme a Holdra szálló. Hű! A Holdon sétálunk. És ezzel vége a műsornak. Kivéve persze egy dolgot. A legjobb űrruha verseny eredményét. És a díjat kapja Rozi és Rozi anyukája. Hát erre kellett anyának az edényfogó. Gratulálunk! Kalóz vagyok! Mit csinálsz, Caillou kalóz? Kincset keresek! Caillou kalóz még nem tudta, hogy igazi kincset fog találni azon a napon, egy olyan helyen, ahol egyáltalán nem számít rá. Alig várom, hogy Caillou egy kicsit idősebb legyen, és megtaníthassam focizni. Ahogy én téged! Gyere csak, Caillou kalóz! Ideje hazamenni! De én nem akarok hazamenni! Még nem találtam meg a kincset! Nos, akárhol is legyen a kincs, biztos, hogy ott lesz legközelebb is. Itthon vagyunk, anya! Anya, mit csinálsz? Takarítok. Segíthetek? Persze, tessék, tedd ezt be a dobozba. Rendben. Ó! Sajnálom,
tudom, de az anyukám most nem tud jönni, sok dolga van. Na, már mondtam apádnak, hogy dobja ki azt a vacakot. Igazi gyűjtögető. Mi az a gyűjtögető? A gyűjtögető az, aki semmit sem akar kidobni. Én is gyűjtögető vagyok, anya. Nos, neked is rengeteg játék van a szobádban, amikkel már nem játszol. Minden játékommal szoktam játszani. Caillou, tényleg ki kell válogatnom ezeket a könyveket. Mikor Caillou meglátta az öreg ládát, kíváncsi lett, hogy mi van benne. Fogalma sem volt róla, hogy a kincset fogja megtalálni, amit egész nap keresett. Egy láda tele az apukája összegyűjtött dolgaival. Mit találtál? Mosolyog! Fényképet készítek! Klik! És most mit találtál? Egy halom érdekes dolgot! Hadd nézzem csak! Ó, ez akkor volt rajtam, amikor az apukád elvitt táncolni. El sem hiszem, hogy megtartotta. Hé, ti meg mit csináltok? Nézd, apa! A régi harmonikám! Folyton csak gyűjtögetsz! Anya azt mondta, hogy én is csak gyűjtögetek. Mit találtál? Ez mi? Ez hihetetlen. Ez a focilabdám még az egyetemről. Csak le kell mosni és fel kell fújni. Na, megtanítsanak játszani? Igen! Én tanítottam neki mindent, amit a fociról tud. Mehet, Caillou? Akkor dobom. A hétvége gyönyörű volt, és Caillou nagyon izgult, mert úton voltak kempingezni. Anya, pisilnem kell! Most! Biztos, hogy nem bírod tovább? Mi a baj, Rozi? Anya elment! Igazad van, és Caillou is. Ó, hát itt vagy. De jó! Hol van Caillou? Meg kellett állnunk pisilni. Caillou! Kész vagyok! Gyere, indulnunk kell. Igen, menjünk, induljunk minél előbb. Bár... ha belegondolok... Mi a baj, szívem? Azt hiszem, nekem is kell. Mi az ott? Egy szarvas veszélytábla. Sok van belőlük az erdőben, és ez figyelmezteti az autósokat. Szarvasok? Hű! Láthatok egyet? Rozi is! Ne nagyon reménykedj benne, Caillou. Miért? Mert a szarvasok félénkek. Caillou furcsának tartotta, hogy egy ilyen hatalmas állat is lehet félénk. Üdv, srácok! Isten hozott a Brom kempingben. Én Pierre vagyok, és te? Caillou! Itt biztos, hogy rengeteg kalandban lesz részed, Caillou. Sokat játszhatsz, elmehetsz úszni. És még hegyet is mászhatsz. Mit szeretnél először kipróbálni? Szarvast akarok látni. Attól tartok, az nem túl valószínű. A szarvasok távol maradnak az emberektől. Nem hiszem, hogy valaha is láttunk itt szarvast. Mit szólsz? Ne segítsünk a szüleidnek? Szép munka, Caillou. Te is bejössz, Caillou? Várj meg, anya!
baj, kicsim. Gyere, isteni a víz. De kis kék izék úszkálnak benne. Azok kicsi halak, Caillou. Ne félj, jobban félnek tőled, mint te tőlük. Caillou nem volt benne biztos, hogy beszeretne menni. Túl mély. Egyáltalán nem mély. De hideg. Nem szeretnél lefröcskölni? Ahogy Caillou bement a vízbe, minden félelme elmúlt. Hamarosan eljött az ebéd ideje. Valaminek isteni illata van, farkaséhes vagyok. Hát, ahogyan én is. Szarvas, szarvas! Nézzétek! Jaj, ne! Egy mókus! Hes, hes! A vadállatokat nem szabad etetni, Caillou. Miért? Mert nekik az erdőben kell táplálékot szerezni. Mit fogtok csinálni ma délután? Megyünk és hegyet mászunk. Ez az! Ez az, Caillou, menj tovább! Ügyes vagy! Jól vagy? Caillou megijedt, amikor megcsúszott, de azt akarta, hogy az apukája lássa, milyen bátor. Már majdnem ott vagyunk, nézd! Megcsináltuk! Nagyon büszke vagyok rád. Úgy tűnik a hegymászás fárasztó. Gyertek, fiúk, ideje lefeküdni. A lakókocsi készen áll. Én a fűkőágyban akarok maradni. Jó móka lenne a szabadban aludni. Rendben van. Caillounak tetszett, hogy a függőágyban alhatott az apukájával. Jó éjt, fiúk! Jó éjszakát nektek is! Caillou-t lenyűgözte a szarvas, még sosem látott ekkora állatot ezelőtt. Anya, anya, gyere, nézd! Apa! Ha? Nézd! Oh, teljesen csendben kell maradnunk. Tudjátok, a szarvasok félénkek. Egy igazi szarvas. Szarvas! Szarvas el! Caillou viccesnek találta, hogy egy ilyen hatalmas állatot el tudott ijeszteni egy olyan kicsi lány, mint Rosie. Egy délután Caillou és Sarah kint játszott Sarahék kertjében. Sarah, uzsonna idő van. 28, 29, 30. Igen, sikerült. Hadd próbáljam meg én is. Te még túl kicsi vagy hozzá. Taníts meg, Sarah. Uzsonna idő van, Sarah. Gyere be és teríts meg, kérlek. Majd legközelebb megtanítlak. Szia, Caillou. Miért nem uzsonnázol velünk, Caillou? Felhívom az anyukád, és megbeszélem vele. Anyukád azt mondta, hogy maradhatsz. Segíts Sarának teríteni. Minden helyhez tegyél kettőt. Mik ezek? Evőpálcikák. Ehetsz velük, így, ahogy mutatom.
ez mi? Kínai tészta és zöldség. Nagyon szeretem a tésztát, de a zöldségeket nem igazán. És ez mi? Tojásos tekercs, de ne aggódj, nem zöldség. Hoppá! Szép lövés, Caillou. Az evőpálcika szokatlan lehet elsőre. Caillou rájött, hogy az evőpálcikákhoz bizony egy kis gyakorlásra van szükség. Sara macskája, Olli, nagyon örült, hogy Caillou náluk uzsonnázott. Én kézzel eszem a tojásos tekercset. Talán inkább használd a villádat, Caillou. Rendben. Edd meg a bambuszt, Sara. Egészséges. Nézd csak, Sara. Caillou megeszi az összeset. A bambusz zöldség, Caillou. Te utálod a zöldségeket. A kínai zöldségeket szeretem. Az egy sárkány. Igen, egy kínai sárkány. Szeretnéd felpróbálni? Ó, nagyon ijesztő sárkány lett belőled, Caillou. A kedvenc desszertem. Nekem is az a kedvenc desszertem. Ó, Caillou, mit csinálsz? Kipróbálom a pálcikákat. Ezt nem tudod pálcikával enni. Ahhoz túl csúszós. Hűha! Hoppá! Mutasd, hogy csináltad, Caillou! Caillou is tudott valami újat mutatni Sarának. Caillou és anyukája labdázni ment a parkba. Ez mi? Régebben is hallottad, emlékszel? Tudom már, azt jelzi, hogy mikor mehetünk át az úton. Elnézést kérek. A kutyafuttatót keresem. Én tudom, hol van. Tényleg? Hol? A park a túloldalon van. Látni fogja. Köszönöm. Caillou, amikor a parkba mentek, mindig szeretett a térkép előtt gondolkodni, hogy merre menjenek. Azt szeretném, ha arra mennénk. Rendben. Ne félj, nem fognak megharapni. Neked két kutyád van? Jaj, nem. Csak sétáltatom őket, ez a munkám. Caillou úgy gondolta, hogy a kutyasétáltatás nagyszerű munka lehet. Most viszem őket a kutyafuttatóra. Az itt van. Én pedig oda megyek. Talán még találkozunk. Nyugodjatok meg! Tudunk valahogy segíteni? Nem hiszem. Ez nagyon vicces volt, ugye? Vigyázzat, jövök! Hűha!
ügyes, ugye? A neve Dylan. Pacsit is tud adni. Kipróbálod? Szia, Dylan! Én Caillou vagyok. Dobd el a labdát. Nagyon ügyes, el tudja kapni. Ügyes vagy, Dylan! Tessék! Elég nyálas, mi? Később találkozunk. Szerintem jobb lesz, ha megtörlöd a kezed. Rendben. Kicsit később Caillou anyukája találkozott egy régi barátnőjével, Barbarával. Biztosan te vagy Caillou. Tetszik a kutyája. Maxwellnek hívják. Szia, Maxwell! Játszhatok vele? Simogathatod. Vissza tudja hozni a labdámat? Sajnálom, Caillou, de nem engedhetem labdázni veled. Oh. Maxwell egy nagyon különleges kutyus. Dolgoznia kell. Dolgozni? Igen, segít nekem. Miben segít? Nos, Caillou, én vak vagyok, és Maxwell vezet engem. Vak? A barátnőm Barbara nem lát. Maxwellnek az a dolga, hogy helyettem lásson. Caillou meglepődött, hogy a kutyáknak is van munkájuk, épp mint a felnőtteknek. Szeretnéd látni, hogy segít nekem? Barbara vak, emlékszel? Vagyis nem látja, ha csak bólintasz. Ha látni szeretnéd, hogy segít nekem Maxwell, meg kell nekem mondanod. Rendben. Szeretném. Látni szeretném. Ez Maxwell hámja. Én megfogom, ő pedig elvezet mindenhová. Caillounak tetszett, ahogy Maxwell mutatta Barbarának, hogy merre menjen. Most mit csinál Maxwell, Caillou? Leült. Ha leül, az azt jelenti, hogy nem biztonságos tovább menni. Hű. Gyertek vissza! Állj meg! Hé! Gyere vissza! Gyertek vissza! Caillou rájött, hogy Maxwell nagyon okos kutya. Egy igazán okos kutya. Caillou tudta, hogy ez a hang a biztonságos átkelést jelentette. Mehetünk! De Maxwell tudta, hogy még nem volt teljesen biztonságos átmenni. Ügyes vagy, Maxwell! Ügyes vagy, Maxwell! Nagyon ügyes! Egy nagyon-nagyon forró nyári napon Caillou éppen a strandra készült. Nehezen tudta felvenni a karúszókat, de biztos volt benne, hogy a békatalpakkal könnyebb dolga lesz. Már csak az úszószemüvegére volt szüksége, és a törölközőjére. Ez vajon mi? Egy kis kacsa? Törölközőben? Nem, én vagyok az! Caillou! Bújj csak ki azokból, mielőtt elesel! Inkább a kezemet!
kezemre húzom őket, és nem a lábamra. Kimehetünk a strandra, anya? Ó, sajnálom, kicsim, de ma nem tudunk kimenni. Miért? Apának és nekem sok dolgunk van. Caillou szomorú lett. Nagyon szeretett volna úszni egyet. Ússzunk, ússzunk, ússzunk! Rozi is ki akar menni a strandra. Majd holnap kimegyünk, rendben? De én ma akarok kimenni a strandra. Gilbertnek is melege van, nincs víz a tájában. Gilbert, üdítő! Anya, Rozi kijönti az üdítőjét. Caillou, ne ott örölközöddel takarítsd fel. Csak segíteni akartam. Inkább kimegyek. Ne felejtsd el a sapkát. És Caillou, ne felejtsd el a naptejet sem. De olyan ragadós. Szükség van rá, a nap erősen süt ma. És még meleg is. Tessék, ez majd segít lehűlni. Köszönöm, anya. Caillou nem tudta megállni, hogy ne nevesse ki Gilbertet. De még mindig szomorú volt, amiért nem mentek a strandra. Meleged van, és ragadsz is. Rendesen meg kell mosakodnod, és le kell hűlnöd. A locsoló! Te állítsd be, én beindítom. Kész van! Nem jön belőle semmi, anya! Becsaptál! Gyere, Caillou, ugráljunk! Caillou rájött, hogy a saját kertjükben is milyen jól lehet szórakozni. Gilbert lehet, hogy nem így gondolja. Gyere, Gilbert, ugrálj te is! Caillou már alig várta, hogy elmenjenek az étterembe vacsorázni. Ez az én autóm! Nem, Rozi! Nyugodjatok meg mind a ketten! Tessék, Rozi! Nem akarok többet ezzel játszani! Bip, 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 bip! Brum, brum! Apa! Igen, Caillou? Ott vagyunk már. Már nincs sok hátra. Apa, éhes vagyok. Rozi, éhes! Tudom, anya már vár ránk az étteremben, nem sokára ott leszünk. Áú! Apa, Rozi eltörte az autómat. Ha odaértünk, megnézem. Nem sokára ott vagyunk. Van. Rozinak is. Le tudnád húzni az ablakot? Ablakot le! Rozi, hadd abba, ne ismételj meg mindent! Caillou mérges volt Rozira, éhes volt és melege is volt. Mindketten hagyjátok abba! Nézzétek, elindultunk! Jaj, ne! Mi lehet ez? Apa, én félek! Ne félj, minden rendben lesz. Megyek, megnézem. Ez remek. Caillou megsajnálta szegény Rozit, és megpróbálta valahogy megnyugtatni.
van, Rozi. Apa? Igen, Caillou? Mikor találkozunk már anyával? Először meg kell várnunk az autómentőt. Az már biztos nem sok idő. Hová fogja vinni az autót? Elvontat minket a szervízbe. Rendben vagyunk, minden kész. Mi hol fogunk utazni? Ott fent? Nem, velem fogtok utazni. Ültetek már autómentőben ezelőtt? Nem. Nagyon mókás, majd meglátjátok. Na, milyen ott hátul? Meg fogja javítani az autónkat. Nem, én csak elvontatom. De majd találkoztok az apukámmal, ő javítja meg. Az apukája? Igen, ahogy a felirat is mutatja. Sullivan és fia. Én vagyok Jack Sullivan, a fiú. Én Caillou vagyok, az én apukám nem ért az autókhoz. Ó, biztos vagyok benne, hogy az apukád rengeteg más dologhoz ért. Az apukámnak van villás húcs és kalapács a szerszámos ládájában. Tényleg? És nem tud autót szerelni? Meg tudja javítani az autómat. Természetesen, fiam. Kettőt pislogsz, és már mehettek is. Nem, az én autómat. Rozi eltörte a kerekét. Hagyjuk Sullivan urat dolgozni, és később megnézzük az autódat, jó? Igen. Apa, apa, éhes vagyok. Egy perc, Caillou. Előbb fel kell hívnom a mamát. Kérsz valamit, Caillou? Egy tábla csokit szeretnék. Ó, csak nem a müzli szelet gombját nyomtam meg véletlenül. Ne haragudj, Caillou. Megnyomhatom én a gombot. Csak vigyázz, hogy jót nyomj meg. Miután beszélt Caillou apukájával, Caillou anyukája megnyugodott, hogy mindenki jól van. Ó, jó estét! Szokatlan önt egyedül látni. Merre van Caillou és Rozi? Később ők is csatlakoznak. Közben jött valami. Mit ajánlana ma este? Sullivan úr! Itt vagyok. Kész is van, Caillou. Az autóval minden rendben. Apa autója már kész van, de az én autóm még mindig rossz. Sullivan úr, nem benne, ha kölcsönvenném a szerszámait? Persze, hogy nem. Szolgálja ki magát. Lássuk. Épp amire szükségem van. Caillou örült, hogy apukája meg tudta szerelni az autóját. Szeretett neki segíteni szerelés közben. Kicsim, tetszett a szervíz? Igen. Mindkettőnk autóját megjavították. Mindkettőtökét? Az én autómat is megszerelték. Rendben, Caillou, emlékszel még? Tartsd a szemed a labdán. Rendben. Minden oké, nem kell sietni. Hé! Hey! Add ide a labdámat! Hé, hey, gyere vissza! Apa, segíts! Elvitte a labdámat! Na, megvagy! Van nyakörve, úgyhogy biztos van gazdája.
Elég régóta keresgélünk, de úgy tűnik, senki sem tudja, ki a kutyus. Egyedül van itt. Biztos elveszett. Pajkos kis jószág, ugye? Pajkos? Hívhatnánk Pajkosnak. Megtarthatom, apa, kérlek szépen. Sajnálom, Kájú, de ez a kiskutya valakié, akinek valószínűleg nagyon hiányzik. Ha? De tudod mit? Megkeressük a gazdáját, mit szólsz? Rendben. Kájú szomorú volt, meg szerette volna tartani a kutyust magának. Ahó, van itthon valaki? Ő meg ki? Én találtam, Pajkosnak hívják. A parkban találtuk. Gondoltam, megkereshetnénk a gazdáját. Pajkos, ne! Hagyd abba! Kutyi! Micsoda rendetlenség! Inkább vigyétek ki és mossátok le! Ideje lemosni. Ideje volt megkeresni Pajkos gazdáját, ezért Kájú apukája készített róla egy fényképet. Mosolyog, Pajkos! Nagyszerű! Már csak le kell másolni és venni egy kutyatápot. És ha senki nem telefonál, akkor megtarthatom? Majd meglátjuk. Egy kiskutyáról gondoskodni sok munka. Halló? Igen? Ő az. Remek, viszlát! Pajkos gazdája volt. Látta a fényképét, és nem soká eljön érte. Rocky! Olyan szomorú, mióta Rocky eltűnt. Örülök, hogy megtalálták. Igazából Kájú találta meg. Igaz, Kájú? Neked is van kutyád? Nincs, de van egy macskám. És Gilbertnek hívják. Tényleg? De jó neked. Én is akartam macskát, de az apukám allergiás rá. Ideje mennünk, kicsim. Annyira örülök, hogy megtaláltad. Köszönöm, hogy vigyáztál rá. Bár Kájú nagyon szomorú volt, hogy Pajkos elmegy, mégis igen büszke volt magára, hogy segített. Viszlát! 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 Gilbert! Kájú nagyon szerette a környék karácsonyi fényeit nézegetni. Rendkívül izgatott volt, mert a Mikuláshoz készült látogatóba. Mit rajzolsz, Kájú? A Mikulásnak rajzolok, hogy ne felejtse el, mit hozzon nekem karácsonyra. Ez kitűnő ötlet. Mit kérsz tőle? Kájú nagyon nehezen tudta eldönteni, hogy milyen játékot kérjen a Mikulástól karácsonyra. Mit szólnál egy autóhoz? Kájú végül kitalálta, hogy mit kérjen. Mikor vesszük meg a karácsonyfát? Még ma, ahogy apa befejezi a munkát. Kájú alig tudta elhinni. Találkozik a Mikulással, és karácsonyfát díszíthet ugyanazon a napon. Kájú! A karácsonyfát fogjuk feldíszíteni, nem téged. Hol van apa? Még telefonál. Egy perc és jön. Szólok neki. Apa, siess, megyünk a Mikuláshoz. Csak egy perc és megyek. Behozod a havat a házba. Kájú már alig várta, hogy találkozzon a Mikulással, és azt akarta, hogy apukája fejezze be a telefonálást. Rendben, köszönöm. Még később beszélünk. Gyere, apa, siess! jól van, jövök már. Tudod mit? Előbb elmegyek a mosdóba. De nagyon siess, apa! Szerepet cseréltünk. Általában én várok rád. Egy perc és jövök. Kájú, várj meg minket, kérlek. Kájú nagyon izgult, hogy végre találkozhat a Mikulással. Kájú! Apa! Kájú félt egyedül fellépni a mozgó lépcsőre, de apukája már félúton volt felfelé. Minden rendben, lemegyek. Vicces volt, ahogy apukája lefelé sétált a rossz irányba.
Nem jó irányba sétálsz, apa! Ó, igazad van. Ez a lépcső csak felfele visz, de le kellett jönnem érted. Clementine! Szia, Caillou! Elmondom a Mikulásnak, hogy mit kérek karácsonyra. Én is elmondom. Te mit kérsz? Egy új babát, egy ugrókötelet és egy sütőt, hogy süthessem a saját süteményeimet. És talán egy mackót is, meg egy aranyos kiskutyát. Te mit szeretnél? De hisz ez csak egy kívánság. Caillou nem tudta, hogy merjen-e több mindent kérni, de minden vágya ez az egy különleges dolog volt. Ahogy Clementine és a Mikulást nézte, hirtelen megijedt, és nem mert oda menni, elmondani, hogy mit szeretne. Menj, Caillou, te következel. Ho-ho-ho-ho, mi van nálad? Egy kép nekem? Szeretek képeket kapni. Ráírtad a nevedet? Akkor jobb lesz, ha elmondod, hogy ne felejtsem el, kitől kaptam. Caillou-tól. Ho-ho-ho-ho! Ez bizony egy igazán gyönyörű rajz, Caillou. Gyere, ugorj ide az ölembe és mesélj nekem róla. Caillou örült, hogy a Mikulásnak tetszett a rajza, és hirtelen elmúlt minden félelme. Ho-ho-ho-ho-ho! Ez pont olyan, mint egy dinoszaurusz. Igen, egy dinoszaurusz, ami sétál és beszél. Ó, úgy érted, hogy egy igazi dinoszaurusz szeretné? Nem, csak egy játék dinoszaurusz elemekkel. Ó, hát nem sok élő dinoszaurusz van az északi sarkon, de azt hiszem, hogy ez a fajta, amit te szeretnél, talán akad. Ez az! Boldog karácsonyt, Caillou! Caillou örült, hogy elmondta a Mikulásnak a dinoszauruszt. És ő kicsoda? Rozi a testvérem. Rozi, milyen szép neved van. És te milyen ajándékot szeretnél karácsonyra, Rozi? Rozi egy kicsit fél, Caillou. Azt hiszem, várnunk kell még egy évet. Valami különlegeset hozok majd neked karácsonyra, Rozi. Szia, Caillou! Valamennyiőtöknek nagyon-nagyon boldog karácsony! Caillou büszke volt, hogy felnőtt, és már nem félt a Mikulástól. Hol vannak a fák, apa? Sajnálom, épp most adtam el az utolsó fát annak a családnak. Nézd meg a fánkot, Caillou! Megyünk feldíszíteni! Szia! Én is akarok karácsonyfát díszíteni, apa! Sajnálom, Caillou, de nem maradt több fa. Tessék, Pajti! Ha visszajössz holnap, ígérem, hogy félreteszem neked a legeslegszebb fámat. Csak neked! Én is! Holnap találkozunk! Boldog karácsonyt! Caillou nagyon mérges volt. Nem akart holnapig várni. Ma akarta feldíszíteni a karácsonyfát. Nézzétek! Mi történt? Gilbert! Caillou nem akart kint lenni. Be akart menni, és karácsonyfát akart díszíteni. Miért nem vehetünk egy fenyőfát, apa? Az árus azt mondta, hogy holnap több fája lesz. De én most akarom feldíszíteni a fát. Tudod mit? Talán elkezdhetjük. Komolyan? Menjünk be és keressük meg a dobozt a díszekkel. Feldíszítjük a saját karácsonyfánkat. Anya, azért lehet fánk bent a házban is? Persze, hogy lehet, kicsikém. Caillou úgy érezte, ő a legszerencsésebb a világon. A Mikulás hoz neki egy dinoszauruszt és két karácsonyfát is feldíszíthet. Mehet? Caillou úgy érezte, hogy ez a legcsodálatosabb fa, amit valaha látott. Egy gyönyörű téli napon Caillou és családja elment síelni. Egyetlen felhő sem volt az égen. Nos, talán egy-kettő mégis volt.
Mehetünk síelni, Caillou? Caillou egy kicsit félt, mert még soha nem síelt azelőtt. Sí! Gyere, Rozi, mi elmegyünk forró csokiért. Akkor most szépen felöltözünk. Miért kell ezt felvennem? Azért, amiért a biciklin is viselned kell, hogy megvédje a fejedet. Oh-oh! Upsi! Ezek a cipők túl nehezek, anya! Ne aggódj, nem fogunk bennük sokat sétálni, csak síelni. Hogyan? Pont úgy. Nézd meg Sarát! Sara! Ahogy Caillou meglátta Sarát, rögtön felbátorodott. Sara, várj meg! Rozi síel! Nem, de innen a melegből nézheted a többieket. És sok forró csokit ihatsz velem. Nem akarok felmenni. Nagyon magas. Caillou nem akart felmenni a felvonóval, mert félt, hogy el fog esni. Ha szeretnél síelni, akkor először fel kell menni. Ne félj, megyek veled. Látod, Caillou? Nem is olyan vészes. Igen, de végig tartani foglak. Yeah! Szia, Caillou! Anya, én is úgy akarok síelni, ahogy Sara. Azt hívjuk hóekének. A léceiddel egy pizza szeletet kell formálnod. Így? Igen, de egy kicsit hajlítsd be a térdeidet. Így! Mi baj, Caillou? Mindenki elesik, amikor síelni tanul. Gyere, próbáld meg újra. Oldalra kell döntened a léceket, így. Caillou meg akarta mutatni Sarának, hogy teljesen egyedül is meg tudja csinálni. Nem akarok többet síelni. De nézd csak, már majdnem teljesen leértünk. Caillou büszke volt magára. Lehet, hogy néhányszor elesett, de mindig felkelt és megpróbálta újra. Megyek, iszom egy forró csokit. Én is. Rozi már alig várja, hogy nagyobb legyen és síelhessen. Bár le tudnánk csúszni a hegyről mindannyian, most rögtön. Én tudom, hogy tudnánk megcsinálni. Caillou nagyon izgatott volt, mert életében először ment hosszú vonatútra. Mikor érkezik meg a vonat, anya? Vonat! Valószínűleg hamarosan, kicsim. Új, ezek aztán nehezek. Csak 2 hétre megyünk, de te legalább egész nyárra csomagoltál. Apa, hallom a vonatot! Mindjárt itt lesz! Caillou nagyon izgatott volt, de ahogy meglátta a vonatot egyre jobban közeledni, kezdett kicsit félni. Anya! Hatalmas, ugye? Caillou nem is tudta elhinni, hogy a vonat milyen nagy. A hangja meg is rémítette. Nem akarok menni! Nincs mitől félned. Gyere, szálljunk fel! Önök ketten felszállnak? Igen, uram. Próbálunk. Akkor hívok valakit, aki segít a csomagokat felrakni. Ígyni! Messzire utaznak? Teljes 2 napig leszünk a vonaton. Valóban? Elárulod a neved? Caillou. És mondd, Caillou, aludtál már valaha vonaton? Még nem. Akkor imádni fogod. Majd meglátod, hogy rögtön álomba ringat. Hol vannak az ágyak? Ez izgalmas. Amikor besötétedik, előbukkannak. Mondd, hogy alvás 3-szor, tapsolj 1-et, és fogadok, hogy megjelennek. Komolyan? Bizony.
De most el kell kérnem a jegyeiteket. Köszönöm! Bármelyik percben indulhatunk. Később találkozunk. Apa! Úgy néz ki, mintha mozogna a vasútállomás. Valójában a vonat mozog, Caillou. Csak úgy tűnik, mintha fordítva lenne. Gyere, menjünk el körülnézni, míg anya lefekteti Rosit. Menjünk! Caillou annyira izgatott volt, hogy körülnézhet a vonaton, hogy alig bírt csendben maradni. Elég nehéz a vonaton sétálni. Caillou úgy érezte, hogy sétálni a vonaton olyan, mint a vidámpart játékain ülni. Hol van a mostó? Nem tudom pontosan, de nem lehet messze. Keresünk egyet! Most! Caillou még soha nem látott ilyen kicsi mosdót egész életében. Nem is tudta biztosan, mi hogyan működik. Minden rendben van? Nem tudom, hogy működik, apa! Na hát, épp a te méreted. Nézd, megnyomod a gombot az öblítéshez, és utána megmosod a kezed. Caillou nagyon élvezte, hogy ilyen apró mosdóban lehetett. Sokkal kisebb volt, mint az otthoni. Szia! Ó, szervusz! Hogy hívnak? Caillou! Hogy tetszik a konyhám? Otthon nekünk is van konyhánk, de a sokkal nagyobb a tiédnél. Nos, az lehet. De a ti konyhátok is tud messzi-messzi vidékekre utazni? Nem mondhatnám, hogy tud. Meg tudnám mondani, hol van az étterem? Itt még étterem is van. Szia, Caillou! Hű, de jól néz ki. Szóval, megvolt már a nagy túra? Lássuk csak, mosdó, konyha és most az étterem. Ez egy elég nagy túra. Azt mondja, hogy még nem voltak a panorámakocsiban. Az a legszebb. Caillou annyi csodás élménnyel lett gazdagabb, hogy el sem tudta képzelni, mi lehet még ezeknél és a fagyikehelynél is sokkal jobb. Mi az a panorámakocsi? Ó, a panorámakocsi egy lenyűgöző hely. Felmész néhány lépcsőn, és hirtelen olyan, mintha egy repülőgépen ülnél. Egy repülő a vonaton. Innen egyenesen oda megyünk. Hó, lassabban, Caillou. Ugye nem szeretnéd, hogy megfájduljon a hasad, és ne tudj repülni? Menj csak fel, Caillou. Caillou nem tudta elképzelni, hogy lehet repülő a vonaton. Hogyan repülhetünk a vonaton, apa? Stanley csak egy repülőhöz hasonlította, mert a föld felett vagyunk, és a vonat is gyorsan megy. Majd meglátod. Hűha! Caillou, ez valami gyönyörű. Már érted, miért mondta Stanley, hogy olyan, mintha repülnél? Caillou elképzelte, hogy a saját repülőgépét vezeti. Élvezettel figyelte, hogy a felhők eltűnnek az üvegtető mellett. Gyere, Caillou, ideje lefeküdni. De én még nem akarok lefeküdni. Caillounak annyira tetszett a vonat, hogy még nem szeretett volna lefeküdni. Szabad! Stanley, anya azt mondja, hogy le kell feküdnöm, de nincsenek itt az ágyak. Tényleg? Ez különös. Sötét van már odakint. Megmostad a fogadat? Akkor azt hiszem, itt az ideje a varázsszavaknak. Emlékszel, mit kell csinálnunk, Caillou? Háromszor mondom, hogy alvás, és tapsolok. Alvás, alvás! Rózi, várj! Én nem vagyok kész. Most mindketten csukjátok be szépen a szemeteket, rendben? Kész vagytok? Ne lessetek! Rendben, Caillou, most szépen lassan mondd a három varázsszót. Alvás, alvás, alvás. Rendben, Caillou, kinyithatod a szemed. Jó éjszakát, szép álmokat. Jó éjszakát, Stanley.
Rájut szépen álomba ringatta a vonat, és a kellemes zaj, amellyel az éjszakában suhant. Tökéletes nap volt egy sétához a parkban. Hajó! És tökéletes volt a vitorlás hajóknak is. Víj! Ne olyan gyorsan, Kájú! Szia, ez az én hajom. Szép, ugye? Kájú nem szerette volna visszaadni a hajót. Azt kívánta, bárcsak neki is lenne egy akkora hajója, amivel játszhatna a tavon. Akarok egy olyan hajót. Sok szép hajód van már otthon. Gyere! Ideje fedélzetre szállni, kapitány. Mi a baj, Kájú? A mi anyaghajók a kisbabáknak valók. Olyan hajót akarok, amilyet a tónál láttam. Ugorj be! Elmegyünk a tóhoz megnézni a hajókat. Annál sokkal jobb helyre megyünk. A nagymamával és a nagypapával töltitek a napot. Hol van a nagypapa? Szia, Kájú! Lent vagyok, épp helyet csinálok az új asztalomnak. Szeretnél segíteni, Kájú? Ez mi? Az apukád régi gyerekmedencéje. Egy kis munkával remek lesz neked és Rozinak. És ebben mi van, nagypapa? Ó, mindenféle régi vacak. Talán még dinoszaurusz csont is. Tudod, fogadni mernék, hogy ez még működik. Egy hajó. Ó, a régi hajóm. Az apukád segített megcsinálni, amikor annyi idős volt, mint te. Épp olyan, mint amiket a tónál láttam. Menjünk, tegyük vízre. Talán már nem bírná a vizet, Kájú. Nem tudom, hogy jó ötlete. Kérlek, nagypapa, tegyük vízre most. Nos, elvégre azért csináltam. Talán megpróbálhatjuk. Működik. Ó. Minden rendben. Minden jó hajónak vannak mélypontjai. Egy kis munka, és ez a hajó épp olyan lesz, mint újkorában. Kájú és nagypapája egész délután a hajót javítgatta. Vessétek rá a nevet kezdőbetűjét. Tökéletes! Mehetünk is a tóhoz. Még nem tehetjük vízre. Meg kell várni, hogy megszáradjon a festék. Kájú már azt hitte, hogy a festék sosem szárad meg. Száraz már? Azt hiszem, hogy ennyi idő alatt megszárad. Ez az! Nincs semmi baj. Csinálunk mi tavat magunknak. Gyere gyorsan! Most mit csinálunk, anya? Egy reggel Kájú segített elkészíteni a kedvenc reggeliét, palacsintát. Kell egy tojás. Majd én hozom, anya. Nem találok tojást. Ajaj, úgy tűnik, hogy elfogyott, és tojás nélkül nincs palacsinta. Ez volt aztán a pech. Kájú már annyira várta azokat a palacsintákat. Nem lesz palacsinta. Nincs palacsinta. Menjünk, vegyünk tojást, apa. Jó ötlet, Kájú. Észre sem veszitek, és már hozom is a tojásokat. Talán mivel csak egy tojás kellene, Hinkl bácsitól is kérhetnénk. Kérdezd meg, Kájú. Szia, Kájú! Kaphatok egy tojást? Hát persze! Ez egy friss házi tojás. Kájú még sosem látott barna tojást. Jártál már farmon, Kájú? És elmennél egyszer? Igen!
Úgy látszott, hogy ez a nap mégis jól alakul Kájú számára. Talán palacsintát is kap, és lehet, hogy egy farmot is meglátogathat. Nagyon kedves öntől, hogy elviszi Kájút a nővére farmjára. Ó, nem gond. Mindig jól jön neki egy kis segítség a ház körül. Edd meg a palacsintát, Kájú. Ideje indulni. Kész vagyok. Felkészültél, hogy egész nap farmer legyél? Én itt éltem, amikor még kicsi voltam. Kájú nagyon nehezen tudta elképzelni, hogy Hinkl bácsi valaha is kicsi volt. Szia, Nancy! Szia, Póli! Nézzük csak, ki van veled. Ő a szomszédom, Kájú. Azért jött, hogy segítsen, és ma farmer legyen. Nos, örülök, hogy találkoztunk, Kájú farmer. Én Hinkl bácsi nővére vagyok, Nancy. Ó, Nancy, tiszta liszt lettem tőled. Hát persze, Póli, mert pitét sütök. Gyertek be és segítsetek. Valahogy így? Több liszt kell a tésztába, és kevesebb az arcodra. És tovább? Kell egy kis alma a töltelékhez. Majd én hozom őket. Hol vannak? Megmutatom, Kájú. Gyere velem. Kájú úgy gondolta, hogy ha egy kicsit magasabbra tudna ugrani, már el is érné az almákat. Gyere csak, segítek! Annyi gyönyörű alma volt a fán, hogy Kájú nem is tudta, melyiket szedje le. Ahhoz mit szólnál? De Hinkl bácsi segítségével kiválasztotta a legszebb almákat a fáról a pitéhez. Így jó? Bizonyám. Kájú alig várta, hogy megkóstolhassa. Mikor ehetünk belőle? Még egy darabig nem. Segítenél megetetni a csirkéket, amíg megsül? Fogadok, hogy még nem etettél csirkéket, ugye? Néha én etetem a cicámat, Gilbertet. Akkor te vagy a megfelelő ember a munkára. Kájúnak nem tetszett, hogy a csirkék üldözték. Megijedt tőlük. Ha jól sejtem, Gilbert nem ilyen akaratos, mint a csirkék. Ez távol tartja őket. Hess! 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 Hey! Gyere vissza! Most Kájún volt a sor, hogy megkergesse a csirkét. Megtaláltam! Kájún nem hitt a szemének. A tojás csak úgy megjelent. Honnan került ide a tojás? A csirke tojta. Ők tolják a tojásokat. Ez volt a kedvenc helyem, amikor kicsi voltam. Miért? Leginkább a hinta miatt. Imádni fogom. Feljebb! Feljebb! Yeah! Csináljuk meg még egyszer! Kájú megijedt a mérges cicától. Gilbert sosem fújt rá így. Semmi baj. Valószínűleg ő jobban megijedt tőled, mint te tőle. Nézze! Értem már. Csak a kicsinyeit féltette. Ha nagyon csendben maradunk, akkor szépen leülhetünk és nézhetjük egy kicsit. Kájú még sosem látott ilyen apró kis cicát. Nagyon sokáig tudta volna nézni. Póli! Kájú! Gyere, Kájú! Kájúnak nagyon tetszett a kis cica, nem akarta ott hagyni. Megtarthatom a cicát, Hinkl bácsi! Ó, még fiatal, és szüksége van az anyukájára. Neked pedig van egy cicád otthon, Gilbert. Gyere, úgy érzem, kész a pite. Kájú szerint ez volt a legfinomabb pite, amit valaha evett, és az egészet ő készítette.
ettél? Jó volt a farmon? Kájú sokat segített. Megetette a csirkéket, almát szedett, és pitét is sütött magának. És megfoghattam egy kölyök macskát is. És házi tojás, nincs is ennél jobb. Nem házi, hanem csirkés tojás. Kájú izgatottan ébredt fel, mivel a mai nap igen különleges volt. Gilbert, anyák napja van, és én csináltam ajándékot. Nézd! Hol van anya? Gondoltam, ma hagyom tovább aludni. Épp kávét viszek neki. Várj, apa! Ezt elfelejtetted! Kájú büszke volt magára, hogy egyedül becsomagolta az ajándékot. Alig várta, hogy odaadhassa az anyukájának. Boldog születésnapot, anyu! Köszönöm, Kájú. De nem születésnapom van, hanem anyák napja. Ó, ez biztosan az ajándékom. Bost ki! Nekem jobb ötletem van. Miért nem nyitjuk ki rebéd közben? Mi az a rebéd? Reggeli és ebéd pontosan egy időben. Mivel ez a nap anya különleges napja, arra gondoltam, hogy elvihetnénk egy étterembe. Igen! Jó reggelt, uram, hölgyem! Jöjjenek utánam, az asztaluk készen van. Kájút még sosem hívták azelőtt úrnak. Nagyon élvezte, hogy felnőttként kezelték. Hol van az ennivaló, apa? Az ennivaló ott van az asztalokon. Oda megyünk és veszünk magunknak. Svéd asztalnak hívják. Tessék, kicsim, magunknak kell vinni a tányért. Az a bácsi előbb volt itt, Kájú. Be kell állnunk a sorba, és ki kell várnunk a sorunkat. Kájú még sosem látott ennyi finomságot azelőtt. Nem is tudta, miből szedjen. Én akarom vinni a tányéromat. Rendben, de légy óvatos. Nagyon lassan sétálj. Arci! Semmi baj, kicsim. Majd feltakarítják. Azt hiszem, jobb lesz, ha én viszem vissza az asztalhoz, jó? Kájú csalódott volt. Meg szerette volna mutatni anyukájának, hogy meg tudja csinálni. Nem ízlik az étel, Kájú? Már nem vagyok éhes. Már haza mehetünk. Azt hiszem, én látok valamit, ami majd jobb kedvre derít. Anya nem kap tortát sok gyertyával. Anyák napján nem szokás a torta és a gyertya, Kájú. De mit szólnál, ha bármit választhatnál? Esetleg el tudom intézni, ha a fiatalember azt szeretné. Ez az! Boldog szülinapot! Hoppá! Szóval, boldog anyák napját, anya! Köszönöm, Kájú. Segítenél elfújni a gyertyát? Most nyisd ki az ajándékom, anya! Ez a kedvenc autóm! Játszhatsz vele egész nap! Köszönöm! Ez tényleg a legszebb anyák napja! Kájú élvezettel játszotta az oroszláni domárt. Az egyetlen baj az volt, hogy nem tudta rávenni az oroszlánt, hogy hallgasson rá. Gyerünk, Gilbert, ugorj! Ahogy mutatom! Tadá! Ó! Gyere vissza! Hát itt vagy! Egy kicsit Kájú is megijedt a kutyustól, de Gilbert sokkal jobban félt. Gilbert! Gyere le, Gilbert! A kutyus már elment! Nézd! Itt van nálam a kedvenc egered! Gilbert olyan magasan volt a fán, hogy Kájú attól félt, le fog esni. Ez a létra nem elég magas, hogy elérjük. De le kell hoznunk onnan.
Le is fogjuk. De kell hozzá valaki, akinek hosszabb a létrája. Caillou izgatott volt, hogy láthatta a tűzoltókat és a nagy piros autójukat. Eric, tényleg te vagy az? Bizonyám! Hé, de régen láttalak! Ismered az apukámat? Caillou-t lenyűgözte, hogy apukája ismerte tűzoltót. Természetesen. Együtt játszottunk, amikor kicsik voltunk. Az én nevem Eric. És a tiéd? Caillou. Örülök, hogy találkoztunk, Caillou. Most szedjük le a cicádat a fáról. Rendben, Stacy. Állítsuk fel a létrát. Egy perc és lent lesz. Nem bánod, ha ezt kölcsönveszem, ugye? Köszönöm. Már megyek is, Gilbert. Megyek, érted? Nézd csak, mi van nálam! Caillou-t lenyűgözte, hogy milyen magas volt a tűzoltók létrája. Fel, fel és fel. Sosem tudott olyan magasra mászni, mint Stacy. Megvagy. Ez az! Gilbert! Nagyon szépen köszönjük. Semmiség! Benézhetek a tűzoltó autóba. Nekem van egy jobb ötletem. Lenne kedved eljönni az állomásra körülnézni? Persze, ha az apukád beleegyezik. Mehetek? Az biztos nagy élmény lenne. A tűzoltó autóval megyünk. Hát persze. Igen! Mire való? Az indítja be a szirénát a kocsi tetején. Gyerünk, Caillou! Nyomd meg! Egyedül is ki tudok szállni, apa! Caillou nagyfiú akart lenni, és úgy akart kiszállni, ahogy az apukája és Eric. De nem is volt olyan könnyű, mint gondolta. Hát úgy néz ki, ez egy picit magas lesz neked, Caillou. Hadd segítsek. Itt tartjuk a kabátokat és a bakancsokat. Fontos, hogy szükség esetén kéznél legyenek, ha menni kell. Ezek a bakancsok nagyon nagyok, és nehezek. Bújj bele egybe, hogy jó-e a méret. Lehet, hogy még nem vagy elég nagy hozzá, hogy jó legyen rád egy tűzoltó bakancsa. Hát nem. Fontos, hogy az autókat mindig tiszta és üzemkész állapotban tartsuk. Látom, Sparky az állomás hivatalos módján üdvözöl. Mit keres itt egy kutyus? Sparky itt dolgozik. Ő is tűzoltó. Kiszagolja a tüzet, és ellenőrzi, hogy mindent eloltottunk-e. Ez Sparky kedvenc játéka. Játszol vele egy kicsit, Caillou? Ha az emeleten vagyunk, és megszólal a riasztó, csak lecsúszunk a csövön, és voilà, már mehetünk is. De ez nagyon magas. Ó, könnyen meg lehet szokni. Mikor először megláttam, én is ijesztőnek tartottam. De tudod, csak egy kis gyakorlás kellett, és már nem is féltem többé. Komolyan? Ó, mennünk kell, a kötelesség. Sietünk vissza! Szerintem a fiúból még tűzoltó lesz!
Kájú úgy érezte, hogy az a cső rémisztően magas. Nem volt benne biztos, hogy valaha is lemerne rajta csúszni. De apukája tudta, hogy hol tudna Kájú gyakorolni. Ügyes vagy! Csak gyakorolj szépen, és pikpak tűzoltó leszel! Ne félj, Gilbert! Kájú tűzoltó mindig megment téged! Látod, most is megmentettelek! Ugye örülsz neki, hogy tűzoltó lettem? Kájú és Rozi izgatottan várta, hogy a hétvégét a nagyszüleivel tölthesse. Rozi csönget! Túl kicsi vagy hozzá, Rozi! Hát megjöttetek! Nagymama, ma este nálatok alszom! Nagymami! Szia, Kájú! Szia, Rozi! Kájú, várj! Az ágyam. Ez lett a varrószobám. Te és a hugod egy szobában lesztek. De én nem akarok egy szobában aludni Rozival. Biztos vagy benne, Kájú? Szerintem meggondolod magad, ha meglátod a meglepetést. Meglepetés! Itt van a szobában. Hű! De jó! Meglepetés, Kájú! Emeletes ágy! Én akarok felül lenni! Én akarom! Nem, Rozi! Én alszom a felső ágyon! Rozi is! Tudod, Rozi, az még nagyon magas lenne neked. Ahhoz még nőnöd kell egy kicsit, hogy a felső ágyban aludhass. Majd meglátod, az alsó is nagyon jó lesz. Ide elfeküdni! Ó, de épp az erődben játszunk! Holnap is játszhattok az erődben. Segítsek felmászni az ágyra, Kájú? Nem, egyedül is fel tudok menni. Nem is volt nehéz. Jó éjszakát, Kájú. Most már aludjatok? Rendben, Nagyi. Jó éjszakát. Kájú annyira izgatott volt, hogy megkapta a felső ágyat, hogy nem tudott elaludni. Teljesen másnak látott mindent az emeletről. A padló is rémisztően messze volt. Rozi, ébren vagy? Ne aggódj, Maci. Jaj, ne! Maci! Rozi, add ide a Macit! Viszem! Rozi nem mert felmászni a létrán. A felső ágy nagyon magasnak tűnt. Minden rendben, Rozi. Majd én lemegyek. Kájú nem volt benne biztos, hogy még egyszer fel akar mászni a létra tetejére. Jó reggelt! Mégsem fent aludtál az emeleten, Kájú. Nem. A Maci nagyon félt odafent, ezért inkább lejöttünk. Éljen! Én nyertem! Nagyi! Nagypapa! Ha-ho! Senki sincs itt. Majd én megpróbálom. Én akarom csinálni, apa. Sziasztok, gyerekek! Szia, apa! Szia, Kájú! Jó legyél! Míg Kájú apukája elintézett néhány dolgot, Kájú a nagyszüleinél maradt. Szia, apa! Nagypapa, van egy új játékom. Egy búbócsiga. Pörög a padlón, hangokat ad, és villognak a fényei. Elhoztad? Igen, a táskámban van. Jaj, ne! Kájú nem hitt a szemének. Az apukája elvitte a játékait.
Kájú nagyon dühös lett. Szerette volna megmutatni a nagypapájának, hogy milyen az új játéka. Majd megmutatod, ha visszajött apukád. Gyere, nézzük meg, mit csinál a kertben a nagymama. Kájú, de örülök, hogy látlak. Szia, Nagyi! Akkor én indulok is. Elszaladok a boltba. Sietek vissza. Szia! Kájú a kocsiban felejtette a táskáját. Oh, nagyszerű. Köszönöm. Halló? Szia! Milyen kellemes meglepetés. Mi a baj, Kájú? Eddig élvezted a kertészkedést? Apa elvitte a játékomat. Pörög is mindenféle hangot ad ki. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó játék. De szerintem találunk majd neked valami jobbat, amivel játszhatsz helyette. Nem! Én a búgócsigámat akarom. Hát ezt nem szívesen hallom, mert épp most találtam neked valami mást. Mi ez? Egy krumpli. És lefogadom, hogy legalább olyan jót játszhatunk vele, mint bármelyik játékoddal. Örülök, hogy hívtál. Még beszélünk. Valamit még meg akartam csinálni. De vajon mit? Ó, hát persze. El kell mennem a boltba. A nagypapa teljesen elfelejtette Kájú táskáját, ahogyan Kájú is, mert kezdett nagyon jól szórakozni. Találtam még egy krumplit. Ide adnád nekem azt a krumplit, kérlek? Csinálni. Jobb lesz, ha én vágom fel a krumplit. Te hozd a papírt. Nézzenek oda, egy lábnyom. Épp ezt fogjuk csinálni ezekkel a krumpli darabokkal is. Lenyomatokat fogunk készíteni. Ahogy mondod, te mit csináltál? Egy tojás! Sziasztok! Jól szórakoztok? Igen, tojást is hoztál. Úgy láttam, elfogyott. Lássuk csak. Kenyér, tej. Nézzük csak, van itt még valami? Nincs. Tojás az nincs. Itt egy tojás, nagypapa. Nézzenek oda, az tényleg egy tojás. Nos, azt hiszem, visszamegyek a boltba, és hozok igazi tojást. Mehetek én is. Elviszem a képet, hogy ne felejtsük el, mi kell. Ez remek ötlet. Nagypapa, nézd! Egy dinoszaurusz van a dobozon. És a dobozban egy igazi dinoszaurusz van? Nem. Ebben csak műzli van. Azt hiszem, igazad van. Lássuk csak. Miért jöttünk? Mit kell vinnünk a nagyinak? Tojást! Így igaz. Te tudod, hol vannak a tojások? Erre! Hé, várj meg! Nézd, nagypapa! Ott a krumpli! Azt hiszem, azt nem kell vennünk. Ez jó lesz, nagypapa? Én általában olyat veszek. Hé! A tojásokkal óvatosan kell bánni, Kájú. Miért? Mert nagyon könnyen eltörhetnek. Ez jó lesz? Igen, így már jó lesz. Nagymama, nézd! Én hoztam haza a tojásokat, és nem törtem el őket. Kájú megtanulta, hogy a tojás törékeny. És megmutattam a nagypapának, hogy hol tartják őket. Kájú rajza sokat segített. Zöldséglevest főzök. És nem is akármilyet. A legfinomabb zöldséglevest az egész világon. Ezt nézd meg! Ha jól megnézzük, épp olyanok, mint két szem. És ez itt egy orr. Már van bajsza is. Ó, de szép lett. Kölcsön kérhetem az orrát a levesbe. Apa!
vetted a játékaimat? Visszahoztam őket a nagypapának. Ó, a mindenit, Caillou. Azt hiszem, elfelejtettem odaadni a táskád. Nagyon sajnálom. Nos, semmi baj. A játékaid végig itt voltak. De azért jól éreztük magunkat, Caillou. Apa, elmentem a boltba a nagypapával. Biztosan jó lehetett. Apa, nézd! Tessék, Caillou. Megmutatod a játékod? Nem, haza akarok menni, hogy megmutassam a rajzomat anyának. Ez krumpli? A krumplit használtam a rajzoláshoz. Behoztam a kertből, a nagyi félbevágta, és utána szép képeket rajzoltunk a krumplival. És így jött rá Caillou, hogy szórakozni nagyon sok módon lehet, még a játékai nélkül is. Jaldi chalo Caillou, mummy ghar par hamara intezar kar rahi hogi. Caillou ko abhi ye pata nahi tha ki us khali jagah par uske sath kuch naya hone wala hai. Dekhiye daddy, main ise mummy ke liye le jaunga. Ye to bahut acha idea hai Caillou, tumhari mummy ko ye pasand aayega. Ye lijiye mummy, ye aapke liye hai. Caillou ko ye us sadak ke kinare khali pade plot mein mila. Thank you Caillou, ye bahut pyara hai. मिस्टर हिंकल ने बताया कि वो प्लॉट बिक चुका है और वहाँ बिल्डिंग बनाने वाले हैं। सच में? कायू पता है इसका मतलब क्या है? ट्रैक्टर्स। हो सकता है हमें वो वहाँ काम करते दिख जाएं। ये! हम कब जाकर ट्रैक्टर देख सकते हैं? बेटा हम लंच के बाद वहाँ जाकर देखेंगे, ओके? वहाँ नया घर बनाने के लिए ट्रैक्टर्स आएंगे कायू, हमारे नए पड़ोसी आने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ा ट्रैक्टर है। कायू को ट्रैक्टर का इस तरह काम करना बहुत पसंद आया। वो फिर से उस कंस्ट्रक्शन साइट को देखने के लिए बेचैन था। बीप बीप, संभाल कर, मैं रिवर्स ले रहा हूँ। कम ऑन कायू, हम पार्क जा रहे हैं। जल्दी चलो। क्या हम ट्रैक्टर देखते हुए पार्क जा सकते हैं मम्मी? ओह हाँ, जरूर, क्यों नहीं। हम हफ्ते के हर दिन वहाँ जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वहाँ पर काफी कुछ होते नजर आने लगा, जैसे ट्रैक्टर्स, सीमेंट ट्रक्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो अपना काम कर रहे थे। इस सब से कायू नए पड़ोसियों के बारे में भूल ही गया। उसे तब उनके बारे में पता चला जब उसने वहाँ एक फैमिली को देखा। मम्मी, पड़ोस में नए लोग आए हैं। मैंने अभी किसी को खिड़की पर देखा। क्या वो नया लड़का मेरे साथ पार्क में खेलेगा मम्मी? कौन सा नया लड़का कायू? वो लड़का जो नए घर में रहने आया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि उनका कोई लड़का है। हमें जाकर अपने नए पड़ोसी से मिलना चाहिए। हाय, हमने सोचा पड़ोसी होने के नाते हम आपका स्वागत करें। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। शुक्रिया, आप तो बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है बच्चे पीछे खेल रहे हैं, तुम्हें उनके साथ खेलकर मजा आएगा। कायू को नए दोस्तों से मिलने की बहुत खुशी थी, पर जब उसने उस नए लड़के को देखा तो वो थोड़ा शर्मा गया। हाय, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हें देखा। मैं जेसन हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? कायू। क्या तुम ऐसे बॉल फेंक सकते हो? ए जेसन, तुम क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है ऐसा मत करो। मैं मॉम को जाकर बता रहा हूँ। ये मेरा जुड़वा भाई है जेफरी, वो सब जाकर मॉम को बताता है। देखिए मम्मी, मैंने दो नए दोस्त बनाए हैं। जेफरी, चलो झूला झूले। मैं जेसन हूँ, जेफरी वहाँ है। सॉरी। कोई बात नहीं, हमें इसकी आदत है, चलो। कायू, बेटा जरा यहाँ आओ। अभी आ रहा हूँ डैडी। कायू को किसी का इंतजार था और वो इस वक्त खिड़की से हटना नहीं चाहता था। अब जल्दी आओ। क्या बात है डैडी? बेटा अपने टॉयज समेट लो, मुझे तुम्हारे कमरे की सफाई करनी है। तो कायू जितनी जल्दी खिलौने समेटेगा उतनी जल्दी खिड़की के पास आ जाएगा। कायू को स्कूल बस के आने का इंतजार था। वो बड़ा होने तक स्कूल जाने का इंतजार नहीं करना चाहता था। हाय सरा। कायू, तुम्हारे लिए एक और काम है। कायू,
कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ। कायू ने एक दिन स्कूल बस देखी थी, पर उसे रोज उसे देखने का इंतजार रहता था। काश मैं भी स्कूल जा पाता। उसकी किस्मत अच्छी थी, आखिर उस दिन उसे ये मौका मिलने वाला था। हाय सैरा। हाय कायू। आज मेरे स्कूल में छोटे भाई बहनों को क्लास में लाने का दिन है, और मेरे तो कोई भाई बहन है ही नहीं। क्या तुम सैरा के साथ स्कूल जाना चाहते हो? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन कायू और उसकी मम्मी कायू के स्कूल के पहले दिन की पैकिंग कर रहे थे। मुझे लगता है हमने सब ले लिया, पेंसिल्स, पेपर और लंच। आप ये भूल गई, मुझे मेरा डायनासोर भी स्कूल लेकर जाना है। आज तुम्हें डायनासोर ले जाने की जरूरत नहीं है बेटा, स्कूल में करने के लिए बहुत कुछ होगा, ये तुम्हारे बैग में अकेला हो जाएगा। ठीक है। स्कूल तो बहुत बड़ा है। कायू ने सोचा कि अगर स्कूल इतना बड़ा है तो वो कहीं उसमें खो ना जाए। आओ चलो कायू, वो बेल बजी है, हमें अब असेंबली में जाना है। ओके कायू, मैं तुम्हें लंच के बाद लेने आऊंगी। ऑल द बेस्ट कायू। कायू को स्कूल के अंदर थोड़ा डर लगने वाला था। क्या तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो? तुम देखना कायू, स्कूल में तुम्हें बहुत मजा आएगा। कायू इस बात से खुश था कि वो सैरा के साथ स्कूल जा रहा है। उसे लगा कि अब वो बड़ा हो गया है। वाओ! कायू ने कभी इससे पहले क्लासरूम नहीं देखा था, उसे ये काफी मजेदार जगह लगी। अपना बैकपैक यहाँ रखो। क्या हम क्लासरूम में बॉल खेल सकते हैं? स्कूल के अंदर बॉल से खेलना मना है कायू। बाकी सब कहाँ पर है? सभी लोग असेंबली के लिए हॉल में गए हैं। चलो हमें भी वहाँ जाना है। ये असेंबली क्या होती है? उसमें प्रिंसिपल हम सबसे बात करते हैं। आओ चलो। ये हॉल क्या होता है? चलो ना सैरा, हम खेलते हैं। कायू हम अभी नहीं खेल सकते, प्रिंसिपल बस अभी आने ही वाले हैं। हमें चुपचाप बैठकर सुनना होगा। कायू को पता नहीं था कि स्कूल में इतने सारे रूल्स होते हैं। उसे वहाँ नहीं बैठना था, उसे तो बस खेलने जाना था। हम बाद में खेलेंगे, ओके? हम कहाँ बैठेंगे? जमीन पर, देखो ऐसे। अब हमें बिल्कुल चुप रहना है और उनकी बात सुननी है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही खास दिन है, और ऐसे भी बच्चे हैं जो आज पहली बार स्कूल आए हैं। जो बच्चे अपने बड़े भाई या बहन के साथ आए हैं, सारा, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। और नहीं रुक सकता, मुझे वॉशरूम जाना है। आज का दिन उनके लिए बहुत ही मजेदार रहेगा, तो बच्चों मौज मनाओ, खुश हो जाओ। बाथरूम से आने के बाद और असेंबली के खत्म होने पर कायू और सैरा वापस क्लासरूम चले गए। तुम लकी हो क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। हमें ब्लैक बोर्ड पर तभी लिखने को मिलता है जब टीचर हमें लिखने को कहती है। वो क्या आवाज थी? रिसेस के लिए बेल बजी है। मुझे तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा लगा सैरा। मुझे भी, पर काश मुझे बाहर खेलने के लिए ज्यादा वक्त मिलता। कायू ये समझ नहीं पाया कि सैरा को बाहर खेलने के लिए ज्यादा वक्त क्यों चाहिए, उसे तो क्लासरूम के अंदर मजा आ रहा था। हम कब शुरू करेंगे पढ़ना और लिखना? मुझे नहीं लगता तुम ये सब आज सीख पाओगे, पर हम बहुत सी मजेदार चीजें करेंगे। अब चलो, रिसेस खत्म हो गई है। इतनी जल्दी? कायू को लगा कि बेल बजने से स्कूल में और भी मजा आएगा। कायू को पेंट करना पसंद था, और वो इस बात से खुश था कि उसे स्कूल में भी पेंट करने को मिला। मैं तुम्हारी स्कूल की पिक्चर ड्रॉ करूंगा। ये मत भूलो कि एक दिन तुम्हें भी इसी स्कूल में पढ़ने आना है। आज तो
तुम लंच में क्या लाए हो कायू? एक सैंडविच, कैरेट, एप्पल और थोड़ी चॉकलेट पुडिंग। तुम क्या लाई हो सारा? फ्राइड चिकन, चीज, चिप्स और एक कुकी। चलो अदला बदली करें। मुझे ऐसा करना बहुत पसंद है। घर में मुझे ऐसा करने को नहीं मिलता। सबसे पहले इसमें से मैं डिजर्ट खाऊंगी। कायू को सारा के साथ स्कूल में बहुत मजा आया। उसे घर में किसी के भी साथ लंच बदलने का मौका जो नहीं मिलता था। तो आज का दिन कैसा रहा कायू? मैंने ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किया और सारा के साथ लंच की अदला बदली भी की। सच में तुमने तो काफी मजे किए। पर मैंने लिखना नहीं सीखा। वो इसलिए क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब लिखना। कायू को जल्दी से बड़ा होना था और रोज स्कूल जाना था। कायू भले ही अभी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था, पर वो एक चीज के लिए तैयार था, प्यारी नींद लेने के लिए। कायू की मम्मी आज रात को खाने पर आ रहे मेहमानों के लिए खास खाना बना रही थी। नो, ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लग रहा। आप क्या कर रही हैं? रात को आने वाले मेहमानों के लिए खाना पका रही हूँ। मुझे भी खाना पकाना है। मैं भी मदद करूँगा। कायू जरा एक मिनट रुक जाओ। चलो पीछे हटो, ये गरम है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ठीक है कायू, तुम भी मेरी मदद करना। एक काम करो, तुम जाकर लेटेस धो कर लाओ। कायू मम्मी की मदद करके काफी खुश था। वो उन्हें दिखाना चाहता था कि अब वो बड़ा हो गया है। देखिए मम्मी, मैं लेटेस धो रहा हूँ। ये लो, तुम ये लेटेस तोड़कर इसे साफ कर दो, ओके? ये लो, इससे काम आसान हो जाएगा। बस इसे घुमाओ और लेटेस सूख जाएगा। अरे बताओ, खाने का क्या हाल है? बस बन ही रहा है। मैं भी मदद कर रहा हूँ। वो तो दिख रहा है। कायू तुम बाहर जाकर रोजी के साथ खेलो और मम्मी को खाना पकाने दो। यहाँ बैठो रोजी, यहाँ बाहर रहकर तुम दोनों खेलो, ओके? हाय कायू, तुम क्या कर रहे हो? मैं खाना पकाने में मम्मी की मदद कर रहा था, पर अब मुझे बाहर खेलना पड़ेगा। मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है। चलो हम दोनों मिलके खाना पकाएं। ठीक है, चलो बनाते हैं मड पिज्जा। मड पिज्जा? देखो, हमें उसके लिए सही सामान चाहिए होगा कायू। जरा सोचने दो। इस पिज्जा के लिए चाहिए थोड़ा चीज और पेपरोनीज। पेपरोनीज के लिए रॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लो, अब हो गया। मैं खाऊंगी। नहीं रोजी, खाना अभी तैयार नहीं है। हाँ, अभी हमें सैलेड भी बनाना है। उसके लिए हम लेंगे पत्ते। अब हमें लेटस को धोना है। ये लो, हो गया। ये सूप बहुत ही अच्छा बनेगा। गिल्बर्ट पीछे हटो, ये गर्म है। गिल्बर्ट, सारा देखो, ये होगा डिजर्ट। देखिए मम्मी, हमने डिजर्ट में केक बनाया है। बहुत टेस्टी लग रहा है। थैंक यू। और हम फ्लावर्स भी लाए हैं आंटी। ये खूबसूरत हैं। मेरे पास इनके लिए एक खास जगह है। वो लोग आ गए। आ रही हूँ। गिल्बर्ट उठ जाओ। देखो मेरी काइट। आज मैं पार्क में जाकर काइट उड़ाने वाला हूँ। कायू, तुम क्या कर रहे हो? मामी, तैयार हो जाइए। आपने कहा था हम काइट उड़ाने जाएंगे, आपको याद है ना? मुझे नहीं लगता कायू हम जा पाएंगे।
देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है। पूरा दिन। कायू इस बात से निराश हो गया। वो अपनी नई काइट को पार्क में उड़ाने के लिए बेचैन था। क्या बात है कायू? मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम रोजी के साथ खेल सकते हो। नहीं, मैं रोजी के साथ नहीं खेलना चाहता। हे, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम अपने दोस्तों को घर बुला लो। लियो। हेलो, क्या मैं लियो से बात कर सकता हूँ प्लीज? कोई बात नहीं, बाय। वो घर पर नहीं है। कायू का दिल टूट गया। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था और ना ही उसे कोई काम था। उदास मत हो, थोड़ी सी मेहनत से मुझे उम्मीद है तुम जरूर कोई चीज ढूंढ लोगे। मुझे रोजी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई वो? मुझे झूठो। हे, ये मेरी ड्राइंग है रोजी। कायू, वो तो बस उसे देख रही थी। पायरेट ड्राइंग और मम्मी को शीट के साथ खेलते हुए देखकर कायू को एक आइडिया आया। अच्छा ठीक है रोजी, तुम इसे रख सकती हो। क्या कुछ करने के लिए कोई आइडिया आया? ये तो अजीब है, अभी कुछ देर पहले तो इसका मूड खराब था। कायू? कायू अपने लिए बना रहा था एक पायरेट शिप। उसे लगा कि अपने खुद के शिप का कैप्टन बनने में कितना मजा आएगा। अभी तुम दोनों को ठीक करती हूँ। पर मैं इसके साथ खेल रहा था। अगर तुम दोनों इस रूम में अच्छे से खेलना चाहते हो तो ही खेलो, ठीक है? रोजी, ये मेरा गेम है। कायू को अब रोजी के साथ खेलने में मजा आ रहा था। उसे इस बात में मजा आ रहा था कि अब वो उसे हमेशा हंसा सकता है। रुको रोजी, मुझे पता है कि फिश कहाँ मिलेगी। देखो, वहाँ पानी में फिश है रोजी। अब हमें एक बोट बनानी होगी। कैटफिश। मुझे किनारे जाना होगा और बोट के लिए सामान लाना होगा। कायू बेटा, तुम क्या कर रहे हो? मैं समंदर में हूँ। मैं और रोजी बोट बना रहे हैं ताकि गिलबर्ट द शार्क से बच सके। वैसे मैंने तो यहाँ कोई शार्क्स नहीं देखी। शायद वो छुप गई होगी। ये लो, शायद इससे तुम्हें उसे ढूंढने में मदद मिले। कायू को पायरेट्स वाला खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा था। अब वो रोजी के साथ मिलके पायरेट शिप बनाने के लिए तैयार था। रोजी, तुम पानी में हो, चलो अपनी बोट बनाए। बन गई। अब हम यहाँ से शार्क्स पर नजर रख सकते हैं। देखो रोजी, एक आइलैंड। हो सकता है वहाँ पायरेट्स हो। पायरेट्स?
हो सकता है कि गिलबर्ट को पायरेट्स ले गए हो। मुझे एक पायरेट दिख गया। डैडी, जल्दी पायरेट से छुप जाओ वरना वो हमें पकड़ लेंगे। मैं एक समुद्री ढोल हूँ। मुझे इस बोट पर जाना ही चाहिए। ओह नो, मैंने हार मान ली। तुमने मुझे पकड़ लिया। ओके मिस्टर पायरेट, बताइए गिलबर्ट कहाँ है? मुझे नहीं पता। सब लोग आ जाओ, खाना तैयार है। क्या हम मेरी बोट पर पिकनिक कर सकते हैं? मुझे लगता है तुम्हारी बोट कुछ ज्यादा ही छोटी है। कायू कायू को पता था कि उसे क्या करना है। अगर उसकी बोट छोटी थी तो उसे एक बड़ी बोट बनाने की जरूरत थी। मम्मी, क्या हम पिकनिक ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें? गिलबर्ट, तुम्हें ढूंढ लिया। ठीक है, मुझे लगता है बारिश के दिन घर के अंदर पिकनिक करना मजेदार होगा। तुम यहाँ बैठो गिलबर्ट। टेस्टी है। और इस तरह एक बारिश का दिन जिसमें करने के लिए कुछ नहीं था, तो कायू और उसकी फैमिली ने की एक शानदार पिकनिक समंदर।